ha egy-egy az ivararány, akkor hol a biztosíték arra, hogy azt egy jó erőben lévő koros maga fogja befedezni? Nincs. Ha közelében van egy kamasz, második éves, fehér orfoltos bakocska, beugrik azt jól lapad. Na most tessék elképzelni, hogy az állománynak ez érdeke. De hogyha én megemelem egy kicsit a bakoknak a létszámát, akkor a sípolásra kettő bak hallja a síposok, hogy jönnek. Abban a pillanatban ez a hila, bocsánat, odé. Tehát az öregebbnek, az erősebbnek ad helyet. A Szederjei ezt körülbelül 1938-ban, 40-ben tette közzé, ennek 60 éve egyszerűen fütyülnek rá. Még az irodalom sem említi. És akkor most én megnézem, kivétel nélkül mindegyikük hozzá tud szólni, hogy a gyakorlatban milyen az őzállományunk. Cigaretta, csutkák, ilyenek, hát hol vannak a Martonvásári Bak megye? Hát ez egyszerűen. Na és akkor most tessék figyelni, következő. Hoztak egy abszolút barom határozatot, elnézést a jelzőt kérte, hogy ez legalább ki tudom élni magamat egy kicsit. Május 1-én lehet bakot lőni. Most én jó néhány olyan vadásztársai taggal beszéltem, akik a következőt mondták. Vonaton. Én ismerem a tanárot, láttam a tablón. Jó. És azt mondja, és azt mondja, miért mit tanít? Hát mondom, hogy azért. Ja, maga azt mondja, vadásztársai tag vagyok, azt mondja, tudja, megismertem egy nagy bakot, április 30-án este ki fogok ülni, május 1-én alaszolás, az más nekem nem lövi meg. És akkor én mondtam, és mondtam, mindjárt figyeljen, júliusban maga fogja befedezni a sutákat. Hát ugye, hát ez fogalma nincs. Na most megmondom, hogy jó szándékú volt az indítás. Kérem, májusban miért lehet bakot lőni? Hogy a szemetjét lőjék ki. Tehát első érkezzenek ezek a szemetek a július végi, augusztus elejé üzekedéshez. Tehát a gyakorlatban nem ez van, hanem rögtön a legnagyobb, és akkor még a Nimród, ugye, a szakmának a ugye, quintesszenciája, május elsőjén XY lefényképpen. Megjött a nagy bakocsa, és ezt még propagálják. Megáll az embernek az esze. Hát, szóval, ugye kifejezetten, ugye május elsőjén nem bakot lehet lőni, csak selej bakot lehet lőni. Május elsőjétől. És nagy bakot csak augusztus 1-től. Én például ezt a rendeletet hoznám. Hát ugye, mert akkor biztosítva lenne az most tessék megnézni, ilyen agacsokon. Szóval véletlenül egy 300 vagy 400 grammos bak akad, ott hajtó hadjárat van ellene.